A kert. Ha-hó, pátó! Micsoda gyönyörű kert! És micsoda gyönyörű virágok! Virágok! Úgy bizony, ezek virágok. Ültetek! Virágot ültetsz, pokolyó? Pátó szerint, ha virágot akarsz ültetni, pokolyó, el kell olvasnod a könyvet. A Mars Fivérek műsora. Növény. Locsoló kanna. Locsoló kanna, ez egy locsoló kanna. Virágok. Nagyszerű! Aha! Ha virágot akarsz nevelni, először gondosan el kell ültetned egy magot. Utána meg kell locsolnod. Egy csésze víz. Remek. Ajaj. Fény is kell neki. Jól van, Pátó. Pokolyó, nem kellene gondoznod a magot? Nézd, pokolyó, növekszik! Állatos összekötősdi! Ahó, pokolyó! Á, értem, most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, pokolyó, most már tudod, milyen állat ez? Nem? Akkor kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, pokolyó? Megmondanátok pokolyónak, hogy mi ez? Egy oroszlán! Egy oroszlán! Oroszlán! Pato! A virágod? Pokolyó látni szeretné a virágodat, Pato. Pokolyó, erről nem a virág tehet. Pátó mondta, hogy nézd meg a könyvet. Így már jobb. Megmondanátok, mi ez? Egy virág! Ez egy virág! Ez egy virág!
egy virág. Virágok! Sikerült, Pokolyó! Énekeljünk! Varázslatos locsolókanna. Micsoda hőség van ma Pokolyó világában. Nézzétek csak, ott van Eli. Próbál hűsölni. Ahó, Eli! Te sem láttad még ma Pokolyót, igaz, Eli? Ez furcsa. Általában szereti ezt a nagy forróságot. Tudom már, biztos Patóval van. Szia, Eli! És ott van Pató. Úgy látom, ő is hűsöl. Pató, nem láttad véletlenül Pokolyót? Bocsánat, Pató, de ez nem volt, vagy... Elnézést, Pató, de még most sem értem pontosan, hogy mit akarsz mondani. Jól van, hát akkor tovább keresem. Elnézést a zavarásért, Pató. Vajon hol lehet Pokolyó? Na végre megvagy! Ahó, Pokolyó! Ahó, Lula! Ha-ha! Nézzétek, Pokolyó zenélő virága! Virág! Zene! Pokolyó nagyon szereti a zenélő virágát. Tudtátok, hogy... Szóval szerintem a világon egyedül csak Pokolyónak van zenélő virága. Úgy látszik üres Pokolyó. Még zene? Igen, jó lenne hallgatni még egy kis zenét. De Pokolyó, hogy tudna zenélni a virágot, hogyha üres a locsolókannád? Tud valaki segíteni Pokolyónak? Hozz még vizet! Még vizet! Úgy látszik, a vízcsap is elapadt ebben a nagy forróságban. De legalább a kannát megtöltötted, hogy meglocsolhasd a virágodat. Virág!
Szegény Pátó biztos szörnyen szomjas. Ó, Pokolyó, ez nagyon kedves tőled. Adtál egy kis vizet Pátónak. Vajon mire készül? Értem már. Eli ebben a nagy hőségben egy finom hűsítő fürdőre vágyik. Remek ötlet! Az elefántok mindennél jobban szeretik a finom hűsítő fürdőt. Ajjaj, nem maradt víz. Lőttek Eli fürdőjének, pedig annyira készült rá. Pokolyó, ez aztán a jó cselekedet. Eli már is sokkal jobban érzi magát. De most nem kellene a... Virág! Ajjaj! Úgy látszik, Pokolyó az összes vizet elhasználta arra, hogy segítsen a barátain. De most a virágnak nem maradt víz. Ne félj, Pokolyó! Szerintem valaki segíteni fog rajtad. Azt hiszem, az a valaki már el is indult. Megmondanátok Pokolyónak, hogy ki jön? Eli és Pátó! Hát ez nagyszerű. De szerintem a virágnak több kellene. Zene. Csíha! Hát ehhez mit szóltok? Úgy látszik, olyankor, amikor a barátok segítenek egymáson, varázslatos dolgok történnek. Éljen Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Büdös kutya. Ha-hó, Pátó! Tű, de gyönyörűek a virágaid. És milyen finom az illatuk. Mennyei! Mi az, Pátó? Igen, igazad van, Pátó. Valaminek nagyon rossz szaga van. Találjátok, minek van rossz szaga? Lulának van rossz szaga. Félek, hogy igazatok van. Ajjaj. Ha-hú, Eli. Új parfümöd van. Ó, igen. És az illata? Borzalmas.
Lula. Ó, fúj. Ú, a mindenit, jaj nekem. Á, ha-hó, pokolyó. Ha-hó. Mi van nálad? Szendvics. Tű, nincs is jobb, mint egy finom, zamatos. Igen, tudom, pokolyó. Lula nagyon büdös. Megmondanátok pokolyónak, mit csináljon, hogy Lula megint jó szagú legyen? Mosdasd meg! Fürdesd meg Lulát! Fürdesd meg! Remek ötlet! Hidd el, Lula, nem olyan rossz ez. Na, Lula... Hajjaj! Lula! Ójjaj! Pokolyó szerint meg kellene fürdetni Lulát. Segítenétek neki? Kaptad. Ajaj. Eli, kapd el! Vigyázz! Ez nehezebb, mint hittem. Ez mi? Á, értem már. Ez egy kutyamosó. Zseniális. Mi? Úgy látszik, nem működik. Jaj, Pató! Tyi, most aztán patyolat tiszta lettél. Jaj, pokolyó, hogy fogod megfürdetni Lulát, ha nem tudod becsalogatni a kádba? Lula, nagyon büdös vagy. Mit gondoltok, hogyan vizezhetné be pokolyó Lulát? Esővel! Esővízzel! Úgy bizony! Pokolyó az esőben végre megmosdathatja Lulát. Ő, milyen tiszta kutya lettél! Éljen, pokolyó, és éljen a mosakodás! Pápa, nem sokára találkozunk! Thank you.
kis fotós. Ha-hó, Pokolyó! Ha-hó, Eli és Szundi madárka! Ha-hó! Mit néztek? Látom már fényképeket. Nagyon szépek. Ez tetszik, Szundi madárka? Vajon ki csinálta? Tű, Pato, hát persze. Te csináltad ezeket a gyönyörű képeket. Nem is akarlak zavarni titeket, látom, hogy sok a dolgotok. Pato szeretne még pár fotót megmutatni. Vajon mit ábrázolnak? Virágokat. Micsoda meglepetés. Úgy látom, Patónak van még néhány virágos képe, amit szívesen megmutatna. Sok. És még több virágfotója. Mi lenne, ha valami mást is fotózná, Pato? Valamit, ami nem ennyire virágos. Megmondanátok, hogy mit vagy kit fényképezzen? A barátait! Pokolyót, Elit és Szundi madárkát. Úgy bizony, a barátait! Remek ötlet! Mindent nagyon alaposan elő kell készíteni. Ajaj, mindannyian olyan szigorúan néztek. Megmondjátok a barátainknak, mit csináljanak, hogy vidámabb legyen a kép? Mosolyogjatok! Úgy bizony! Mosolyt kérünk! Gyorsan, Pato, te is futás a képbe! Nyugalom, senki sem mozduljon! Mindjárt felvétel! Hoppá! Nem az a tökéletes fotó, mint amit elképzeltél, ugye, Pato? Jól van, Pato, nyugodj meg! Tudjuk, hogy ez a kép nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna. De megpróbálhatod újra! Na, ez tökéletes! Jaj, Eli elfelejtett valamit. A parfümjét. Természetes, hogy illatosan akarsz rajta lenni a legjobb fotódon. Mehet? Ajjaj. Ugyan, Pato, csak az időzítés volt rossz. Elinek tüsszentenie kellett a parfümtől. Megpróbálod még egyszer? Nagyszerű, Pato. Úgy látom, a barátaid mókáztak egy kicsit. Grimaszoltak a hátad mögött, Pato. Patónak egyik fénykép sem tetszik. Na, akkor ez most biztosan jobban sikerül. Nincs itt senki, aki elrontaná. Szegény Pato, nincs valami jó kedve. Igen! Ó, ebből remek fotó lenne, nem igaz? És ebből is! Nem? Tű, micsoda szuper fotó téma, igaz? Túl sokszor elsütöttétek ugyanazt a viccet ti hárman. Mit tehetnétek, hogy Pato elhiggye, hogy tényleg jók a fotói?
Vörös szőnyeg. Valami különleges esemény készül. Bekukkantunk, Pátó? Fotókiállítás! Ha-ha! Micsoda gyönyörű fényképek! Nézzétek csak! Virágok és barátok! Tű, na ez különösen jó! Igen, Pátó, ez egy csodálatos fénykép, és te készítetted. Megmondjátok Pátónak, hogy tetszenek-e a fotói a barátainak? Igen, nagyon tetszenek neki! Tetszenek a képeit a barátainak! Éljen, Pátó, és fotózzon még! Pápá, nem sokára találkozunk! Kempingezés. Mi folyik itt? Ez egy sátor, egy hálózsák és egy függőágy? Kemping! Ja, értem, kempingeztek. Nagyszerű. Elemlámpa. Jó ötlet. Hamarosan este lesz. Elinek is van elemlámpája. Pátó? Hoztál elemlámpát? Mit gondoltok, ez elemlámpa? Nem, ez egy virág. Virág! Ez egy virág! Ez elemlámpa? Nem, ez egy gumikacsa! Az micsoda? Elemlámpa! Úgy bizony, elemlámpa. Ügyes vagy, Pátó! Ajjaj! Csendes pihenő Szundi madárral. Függőágy. Csak játszott. Jó ét! Atya ég! Ez nagyon ijesztő, Pátó! Pukolyó! Megijesztettél! Ez aztán rémisztő. Ideje ágyba bújni. Ajaj, mi volt ez? Pokolyó, Pátó hallott valami rémisztő hangot. Már megint? Ne féljetek, szerintem nincs ott semmi. Számolósdíj!
kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Ideje ebédelni egy jó. Úgy látom, Pató már tudja, mit rendel. Két banánt. Nagyszerű. Két banán. Ajaj. Akkor mit szólnál inkább? Két ananászhoz. Két ananász. Két ananász. Jaj, szegény Pátó. Megmondanátok Pátónak, hány szív van itt? Kettő, két szív. Úgy bizony, kettő. Végre reggel van. Jaj, megint hallom azt a hangot. Megmondanátok a barátainknak, honnan jön a hang? Hiszen ez csak Szundi madár, aki csöppet sem rémisztő. Hát, ideje összecsomagolnunk. Hosszú éjszaka volt. Énekeljünk! Kis felhő. Ha-hó, Pokolyó! Ha-ha! Pokolyónak ma nagyon jó napja lesz. Játszani megy a barátjához, Pátóhoz. Mi ez? Azt hiszem, ez egy árnyék. Igen. És úgy látszik, az árnyék téged követ, Pokolyó. Vajon minek az árnyéka lehet? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy minek az árnyéka ez? Igen, ez egy kis felhő. De vajon honnan jött?
Itt van Pato, ő talán tud segíteni. Igen. Hát, ugye így már nem annyira vicces, Pato. Hű, Patónak sem tetszik ez a felhő. Szerintem sír a kis felhő. Felhő sír? Furcsa. Ha nem tudnám, hogy lehetetlen, azt hinném, hogy sír. De tényleg sír. Megbántódott. Vajon most mit csinálsz, Pokolyó? Támadt egy ötletet? Mi az? Felhő. Értem már. Beszélni szeretnél a felhővel. Csodás ötlet, Pokolyó. De nem biztos, hogy a felhő hal téged. Kiabál! Tű, ez remek ötlet, Pokolyó. Ha együtt kiabáltok mindannyian, a kis felhő biztos meghal titeket. Felhő! Felhő! Sikerült! Szerintem a kis felhő szeret téged, Pokolyó. És szerintem talán... lehetséges ez? Azt hiszem, a kis felhő csak barátkozni szeretett volna. Barát. Pokolyó, felhő, barátok? Barátok. Szerintem a felhő szeretné elvinni a két új barátját egy kis utazásra. Téged is, Pato! Micsoda móka! Itt van Lula! És itt van Eli! Nézd, Eli! Pokolyó és Pato új barátot talált! Mondani szoktam, semmi sem teszi annyira ragyogóvá a napunkat, mint amikor új barátokra lelünk. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk.
Pokolyó! Hol van Pokolyó? Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Mondd csak, mit szeretnél ma csinálni? Mit szólnál egy... Oh. Pokolyó! Pokolyó! Ajjaj, hová tűnt Pokolyó? Kérlek, hogy keressétek velem együtt. Azt hiszem, szükségem lesz a segítségetekre. Ha-ha! Mi volt ez? Láttátok Pokolyót? Meg tudná mondani valaki, hogy hol van? Ott van! Úgy örülök, hogy itt vagy. Szóval, Pokolyó, mondd, mit szeretnél ma csinálni? Játék! Tű, milyen remek ötlet! Játszani nagyon jó. Mit játszunk? Ó, tudom már. Mit szólnál, ha... Pokolyó? Hát most meg hová tűnt Pokolyó? Lehet, hogy itt van. Nem látom, de várjunk csak egy percet. Mi ez? Pokolyó, te vagy az? Ajjaj, annyira messze van, hogy nem látom pontosan. Lehet, hogy Pokolyó az. Szerintem menjünk közelebb és nézzük meg. Vajon ez úgy néz ki, mint Pokolyó? Tényleg nem. Pokolyó nem zöld és nem szúrós. Szerintem ez egy kaktusz. Látjátok valahol Pokolyót? Láttátok? Hol van? Meg tudja mondani nekem valaki, hogy hol van Pokolyó? Hát itt vagy! Jó a szemüveged. Na, mit szólnál ahhoz, ha most játszanánk egy jó kis... Pokolyó, gyere vissza! Vajon most meg hová tűnt Pokolyó? Itt nincs. És ott sincs. Vajon hol lehet? Hű, micsoda meglepetés! Szerintetek ez meg micsoda? Egy hal! Igen, méghozzá egy gyönyörű hal. Tudja-e valaki, hogy most hol vagyunk? A tengerben! Igazatok van, a tengerben vagyunk. Lehetséges, hogy Pokolyó is ide lent van, a sok hal között. Na várjunk csak. Hisz annak a halnak karja van. Márpedig a halaknak nincs karjuk, igaz? Nincs! Te nem is vagy hal, te Pokolyó vagy! Ha-ha. Most, hogy megtaláltalak, mit szólnál ahhoz, ha végre játszanánk egy... Ó, hát most meg hová tűnt? Micsoda szépséges erdő, teli gyönyörű virágokkal. De Pokolyót sehol sem látom. Ti látjátok? Mi? Ti látjátok Pokolyót? Megmondaná nekem valaki, hogy hol van Pokolyó? A virágok között! Igazatok van.
hiszen a virágoknak nincs is lábuk. Ha-ha! Ha-ho, Pokolyó! Nagyon ügyesen elbújtál. Éljen, Pokolyó! Na szóval, volt egy ötletem, hogy milyen játékot játszhatnánk. Mit szólnál egy jó kis bujócskához? Hűha mindenit, hiszen mindvégig ezt játszottuk. Pokolyó annyit játszott, hogy elaludt. Szép álmokat, Pokolyó. Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Menjünk kempingezni. Vajon hol lehet Pokolyó? Ott röpdös a zummantóban. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Hello! Vajon mit csinál most Pokolyó? Úgy látom, Pokolyó szeretne mutatni nekünk valamit. Mi az, Pokolyó? Hát ez meg mi? Tudja valaki, hogy mi ez? Sátor! Sátor! Igen, kint a szabadban, sátorban alszunk. Ezt hívják kempingezésnek. Kempingezni megyünk, Pokolyó. Jaj, de jó! Úgy szeretek kempingezni. Tű, ez csoda izgalmas, de senki más nem jön velünk. Tudom, ki ez. Pátó is jön velünk kempingezni. Nagyszerű. Van csomagod, Pátó? Szerinted erre tényleg szükségünk lesz? Egy hátkefére, Pátó. Ott biztos nem lesz fürdőkád, ahová megyünk. Ajaj, miért nem tudok hallgatni? Akkor most megkérdezhetem, hogy minden bent van, Pátó? Jól van. Tű, most jutott eszembe. Már minden félével telepakoltuk a zummantót, de ennivalót még nem csomagoltunk. Ajaj. Akkor most végre elindulhatunk. Ó, Eli! Te mit szeretnél magaddal hozni az útra, Eli? Csak ennyit? Csak a macidat? Hű, ez jó híre. Azt hiszem, készen vagyunk. Tedd be, Eli, a macidat, és indulás! Attól félek, túlságosan telepakoltuk a zummantót. A nagy súly miatt nem tud felszállni. Pokolyó, Pátó, szerintetek mit csináljunk, hogy a zummantó újra repülni tudjon? Segítene valaki ezeknek a csalódott kempingezőknek? A zummantó ekkora súllyal nem tud felszállni. Mit csináljanak, hogy a zummantó mégis felszállhasson? Rakjatok ki valamit! Hagyjatok itthon valamit! Tű, micsoda remek ötlet! Pokolyó szerint jó lenne, ha itt hagynád a fürdőkádadat. Pokolyó, te meg a hűtődet hagyd itthon.
Hé, figyeljetek csak! Sajnos mindenkinek itt kell hagyni a párholmit. Nézzétek, Eli az egyetlen holmiát is itthon hagyja. Ő tudja, hogy a kempingezés lényege az, hogy együtt legyünk. Most próbáld meg! Ajaj, Pokolyó! Te nem tudnál itthon hagyni valamit? Na, így már mindjárt más. Nézzétek, sikerült! Felszállt! Ez az! A zummantó zumm! Hát, a zummantót végül sikerült elindítanunk, de úgy látszik, nélkülünk ment kempingezni. Tudod, Pokolyó, most, hogy a zummantó elröppent, nem tudsz messzire menni kempingezni a barátaiddal. De talán nem is kell, hiszen itt vannak a barátaid, és itt van az összes holmitok. Kemping! Ezt nézzétek! Néha legalább annyira jó maradni kempingezni, mint elmenni kempingezni. A lényeg, hogy ami a legfontosabb, az veled legyen. A barátaid. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.